Jó estét kívánok, köszöntöm a Sporthét műsorának nézőit. A labdarúgó NB3-ban befejeződött a bajnoki pontvadászat, a Gyöngyösi Atlétikai Klub a bajnokság 30. fordulójában hazai környezetben lépett pályára. Az ellenfél a Nyírbátor volt. A labdarúgó NB3-as bajnokság zárófordulóját 0-0-ás döntetlen eredménnyel fejezte be a Gyak csapata. Ez egyben azt is jelentette, hogy a 2019-20-as bajnoki évadot újra a magyar harmadik vonalban kezdheti meg a Gyöngyös. A Nyírbátor ellen évzáró mérkőzésen Laurinecék többet birtokolták a labdát ellenfelüknél, és a második félidőben közelebb álltak a győzelem megszerzéséhez, de végül maradt a gól nélküli döntetlen eredmény. Ami jellemzett bennünket ugye az egész év alatt, hogy óriásit küzdöttünk minden meccsen, az életben maradásért, azt most a mai mérkőzésen is megmutattuk, és úgy gondolom, hogy talán emiatt megérdemelten szereztük meg az egy pontot. Tehát nagyon nehéz szezon van mögöttünk. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy jár az óriási gratuláció, úgy gondolom, a játékosaimnak az egész szezonban nyújtott teljesítményükért. A gyöngyösiek edzője elmondta, nehéz évet hagytak maguk mögött, csak gratulálni tud játékosainak, akik végig profi módon álltak a mérkőzésekhez. Nehéz volt ez az év, nehéz volt, nehézséggel küzdött az egyesület, mi is nehézséggel küzdöttünk, sérülések hátráltattak, a játékosok hozzáállása viszont profi módon profi volt, mert ilyen nehézségek ellen is sikerült kiharcolnunk a bennmaradást. Úgyhogy hát én most is azt mondom, hogy kicsit most meg kell erősíteni a csapatot, mert ez a két év, ami volt itt a Gyöngyös kispadján, kicsit az idegeim nekem is megfogta, kicsit harcolunk, küzdünk a bennmaradásért. Tavaly is sikerült bennmaradni, most is sikerült, de mondom, most már valamilyen előrelépés kell lenni. A Gyak végül a 12. helyen zárta a 2018-19-es bajnoki évadot, a játékosok még egy hétig levezető edzést tartanak, és viszonylag hamar elkezdik a felkészülést, mert az új bajnoki évad őszi pontvadászata augusztus 3-án már elkezdődik. Még mindig labdarúgás, de ezúttal már a hölgyeké lesz a főszerep. Szintén befejeződött a Gyak női felnőtt labdarúgó csapatának küzdelem sorozata. A lányok viszont én azt gondolom, hogy kellemesebb helyen zártak, hiszen a dobogó első, második vagy harmadik helye volt a tét. A budapesti kiemelt felnőtt női 3/4 pályás labdarúgó bajnoksága végéhez ért, ahol a gyöngyösi lányok idén is nagyszerűen szerepeltek. A Gyak égisze alatt futballozó lányok több nehéz ellenfél ellen is bizonyították képességeiket, és azt is, hogy képesek folyamatosan jó teljesítményre, de néha egy-egy botlás is belefért a bajnokságba. Ecseki Zoltán edző a hajrában több alkalommal is kijelentette, sorsdöntő mérkőzés következik a végső helyezés szempontjából. A sorsdöntő mérkőzés előtt állunk a mai mérkőzésen. Ma a bajnokság végkiemelőjét nagyban befolyásolja a mai eredmény. Bízom benne, hogy ezt a lányok átérzik, és győzelemmel tudjuk abszolválni a mai mérkőzést. Ha véletlenül nem úgy alakul a mérkőzés, hogy mi elterveztük, akkor sincs még vége a bajnokságnak, de akkor nehéz helyzetbe kerülünk, de bízunk benne, hogy saját kezünkben van a sorsunk, és tudunk is vele élni. A felnőtt női csapatban több fiatal is bontogatja szárnyait. Nagy Rozália ezúttal nem a mérkőzésről, hanem a női bajnokok ligája döntő élményeiről számolt be nekünk. Aki szeretette, az ugye lehetőséget kapott, hogy elmenjen erre a BL döntőre. Hát eléggé vártuk, lényegében Barca szurkolókkal mentünk, ami hát kicsit csalódás volt a játékuk, mert kicsit többet vártunk tőlük, de ettől függetlenül jól éreztük magunkat, meg jó volt a hangulat. Voltak jó programok, meg voltak ilyen játékok, amiken ugye ki lehetett próbálni magunkat, például ilyen darts táblára lőni, focilabdával, és ugye lehetett kisebb nyereményeket nyerni. A Kerepes ellen még sajnos nem, de a Jászberény ellen már sikerült nyerni a gyöngyösi lányoknak, akik ezzel a 2-1-es győzelemmel a dobogó második fokán zárták a bajnokságot. Folytassuk tovább küzdősporttal, a képernyőn Kempó, ahol eléggé keményen küzdöttek a fiúk, a helyszín a Dr. Fejes András sportcsarnok. Újra nemzetközi Kempó versenyt rendeztek Gyöngyösen a Dr. Fejes András sportcsarnokban. A kempósokat nem csak a versenyen történő jó eredmény elérése motiválta, hanem az esemény kiemeltsége miatt a világbajnokságra történő kijutásra szükséges pontszerzés lehetősége is, tudtuk meg Kárászi Balázs főszervezőtől. A Magyar Összkempó Szövetségnek tulajdonképpen a pontszerző versenye. Ez azt jelenti, hogy az itt versenyzők, illetve az itt jelenlévő versenyzők, akik mester kategóriába indulnak, pontokat szereznek, és a pontok alapján, amit majd évvégén összesítünk, a jövő évi világbajnokságra fognak tudni tulajdonképpen kikerülni válogatottként. Nyílt versenyrészben, tehát azon túl, hogy pontszerző verseny a kempósainknak, bárki nevezhet, és ezért szeretnénk egy olyan
gyakorlatilag egy harcművészet kedvelőknek, vagy küzdősport kedvelőknek egy olyan bajnokságot létrehozni, ahol mindenki megtalálja a számítását, a tudásához mérten tud versenyezni a lehető legbiztonságosabb keretek között. Talán kevesen tudják, hogy a Kempó szó jelentése magyarra fordítva annyit tesz, az ököl útja. Ami vélhetően Lehotai Péternek is tetszett, és immár negyedik éve űzi ezt a sportágat. Küzdelmi versenyszámokra várok. Milyen esélyekkel, mennyire kellett felkészülni mai napra? Hát keményen kellett fogyasztanom, hogy benne legyek a súlycsoportomban, és sokat edzettem. Egyébként miért szereted ezt a sportot, mióta kezdted ezt űzni, és van-e valami komolyabb céljaid? Most lesz szeptemberben, hogy 4 évet csinálom. Hát komolyabb nemzetközi versenyekre szeretnék menni. Van már jó eredményed van? Van, igen. Hát több országos első helyezett küzdelmi számokból. Meg a tavalyi decemberi világbajnokságra egy harmadik helyezés. Az eseményen résztvevő 3 ország 44 klubi és 200 versenyzői közül Péternek 2 arany és 1 ezüstérem jutott. A gyöngyösi sportkör 9 arany, 10 ezüst és 7 bronzéremmel gazdagodott összességében. Maradjunk továbbra is a sportcsarnokban, de ezúttal már egy sokkal könnyedebb művészet következik, méghozzá Fortuna akrobatikus táncversenyről adunk beszámolót. Június 1. vasárnapján országos akrobatikus rock'n'roll versenyt rendeztek Gyöngyösön a Dr. Fejes András sportcsarnokban. A versenyen több száz induló volt, a hazai színeket a gyöngyösi Fortuna TSS csapatai képviselték. Pejhe Szabolcs edző felkészítő értékelte és elemezte is a versenyzői teljesítményét. 3 párosunkból sajnos csak 1 tudott indulni. Ugye a másik 2 párosból az egyik sérüléssel bajlódik, a másiknak, mivel csúsztatni kellett a versenyt a versenynaptárba 1 héttel későbbre, így kicsit közben kavart neki az osztálykirándulás. Tehát ugye a 3 párosunkból csak 1 párosunk indult, Beniék a 16. helyezést értékelt, a nagyformációs csapatunk már letáncolta a programot. Hivatalos eredményhirdetés még nincs, de mivel ugye mi rendezzük a versenyt, tudjuk az eredményt, úgyhogy így el tudom árulni, hogy az előkelő 5. helyet szerezték meg, ez életük legjobb helyezése. A Lucky Angels csapat, ő bejutott a döntőbe, amit most egy kb. 7-8 perc múlva fog majd következni. 6-án jutottak a döntőbe, igazából az volt az elvárás, hogy bejussanak, aztán, hogy ott milyen eredményt fognak elérni, nem tudom. A kislányok minden esetre jól érezték magukat a döntőben, a versenytánc után pedig azonnal készek voltak az interjúadásra. Nagyon érdekes volt, különleges, nehéz ellenfelek voltak. Nagyon örülünk most ennek az eredménynek, hogy döntőbe juthattunk. A remény futamban rontottunk, tehát 3-szor táncoltunk, és nagyon izgultunk, de most meg nagy az öröm. Nagyon csinosak vagytok. Mióta van meg ez a ruhátok és a hozzávaló koreográfia? Hát idén csináltattuk a ruhát, a koreográfiát pedig a nyári táborban csináltuk meg még tavaly. A gyöngyösi Fortunás Lucky Angels csapata is nagyszerűen szerepelt a döntőben. Emellett a hagyományokhoz hűen idén is láthattunk sok kiváló koreográfiát és szebbnél szebb fellépő ruhákat is. Továbbra is kitart Roska László szenior úszó versenyző nagyszerű formája. Az elmúlt hetekben a magyar bajnokságon, sőt egy 33 méteres versenyen is részt vett. Azt gondolom, hogy Lászlónak nem nagyon lesz ellenfele a következő években. Reméljük, hogy sokáig így marad ez a sikerszéria. Ifjabb Roska László továbbra is tartja kiváló formáját és szinte fiatal körül önmagát idézi azokon a szenior úszó versenyeken, melyeken az elmúlt hetekben elindult. Laci a fővárosban az 50 méteres medencében és Szentesen a 33 méteres medencében is sorra halmozta a jó eredményeket. A Tüske úszodában Budapesten került megrendezés a fedett pályás országos úszóbajnokság. Ez most 50 méteres medencében zajlott. Számomra is érdekes volt, mert ugye 33-asban edzünk gyakorlatilag szeptember óta, és nem is úsztam 50 méteresben. Kíváncsian vártam az eredményeket, várakozáson felül sikerült, azt gondolom. Ez nem volt meglepetés? Picit az volt, mert azért 40 méternél kerestem a falat, hogy mikor jön, elég lassan érkezett el. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha majd az 50-esbe tudok edzeni, akkor a nyári kinti 50-esben rendezendő országos bajnokságon talán még jobbat fogok tudni úszni. Ezen a versenyen saját 50 méteres mellúszás rekordját döntötte meg a gyöngyösi szenior úszó kereken 1 másodperccel. Ezt követően Szentesen újabb rekordok születtek, de már 33 méteres medencében. A szentesi nemzetközi úszóverseny, amely 33 méteres medencében került megrendezésre.
Itt hármat sikerült felállítanom, három országos csúcsot. A hét versenyszámban indultam el, hét aranyérem lett a mérleg, és ebből az előbb említett három országos csúcs. Roska László hazai versenyeket követően hamarosan nemzetközi vizekre evez. Június végén az Európai Masters játékok keretében Torino legújabb úticél, ahol váltóban és egyéniben is képviseli majd magát magyar válogatott színekben. Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Mai adásunkban a stúdióba egy olyan vendéget hívtam, aki azt gondolom, hogy mindenki számára példaértékű kell, hogy legyen, hiszen az elmúlt évek alatt annyi minden történt vele, hogy hát talán nem is egy, de több műsoridőt is ki lehetne vele tölteni. Tisztelettel köszöntöm Cene Gábort, aki egy olyan parasportoló, aki, hát hogy is fogalmazzak, rögös utakat jártál be, és most már ugye lassan a csúcsokat kezded döngetni, vagy legalábbis ott a kapuban kopogtatsz, hiszen ha csak azt mondom, hogy néhány hónappal ezelőtt válogatott versenyzőként jártál Ausztráliába, akkor azt gondolom, hogy az az életed egyik legszebb pillanata volt. Azt nem tudom, hogy így gondoltad, de mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, de én azt hiszem, hogy ez mindenki számára példaértékű. Neked meg gondolom, hogy jó érzés volt. Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon jól összefoglaltad, hogy sokat tettem azért, hogy ide eljussak, de nem terveztem, hogy ide jutok. Tehát én elkezdtem kőkeményen sportolni, és megpróbáltam ezt ki is próbálni versenyszinten, és ez olyan magaslatokig vitt el, ami minőségi változást hozott az életembe. Versenyzés szempontjából is, ugye ezt a válogatott minőséget, hogy az ember eléri, ez valami hihetetlen. És az, hogy nemzetközi szintre kijut, ráadásul az első versenyem ugye nemzetközi szinten Ausztráliában volt, Devonportban, nehéz szavakkal leírni, meg mindig hatás alatt vagyok, és még mindig ízlelgetem ezt a dolgot, hogy mit éltem meg ebben a közel 10-11 napban, amíg utaztunk, kim voltunk, aklimatizálódtunk, és versenyeztünk. Óriási dolog azokkal a versenyzőkkel együtt versenyezni, mint újonc, mint kicsit ilyen serdülőként beköszönni ebbe a szegmensbe, mert még azért én egy kis újonc vagyok ebbe a közegbe. Azt viszont még nem árultuk el a kedves nézőknek, hogy valójában milyen sportágról is beszélgetünk. Én azt gondolom, ez is fontos, illetve milyen feltételek mellett sportolsz, hiszen te, ahogy mondtam, mozgásában korlátozó sportoló vagy. Csak egy rövid gondolat erejéig, hogy mi az, amiben te korlátozó vagy, és mi az a sportág, amit te fölvállaltál. 2004-ben történt egy motorbaleset velem, és az alsó lábszáramnak a sorsát kellett eldöntenem 25 évesen. Akkor úgy döntöttem, hogy a nehezebbik utat választom, és nem tudtam, hogy mivel jár, úgyhogy ezen az úton indultam el, és valahogy úgy hozta az élet akarva akaratlanul, hogy a triatlonba futottam bele, úgymond, vagy csöppentem bele, ez a legjobb szó, mert alapvetően az úszás volt a kedvencem. Sokáig állították velem, hogy ez nem fog jól prosperálni, hogyha én elkezdek futni. Úgyhogy sokáig hitegettek, de aztán azt mondtam, hogy ha kipróbálom és nem megy, akkor valószínűleg nem fog menni. És a tavalyi év az olyan keményre sikeredett, én tavaly kezdtem el igazából a futólábbal együtt dolgozni, és építettük fel az edzésprogramot több edzővel, és az összes triatlon távot meg tudtam csinálni. Amiben kerékpár is van. Természetesen, de ugye ez úszással kezdődik, bringával folytatjuk, és a végén futás van. Ugye ez normál triatlon táv, vagy milyen, vagy van itt ultra, vagy nem tudom, mik a rátok szabott mértékek? Uh-huh. Van a sprinttáv, ami a parasportolóknak most kifejezetten ez a távja. Ez a 750 méter úszásból áll, 20 km bringa és 5 km futással végződik. Lényében erre hegyezem most ki az összes felkészülést. A többi hosszabb távot most hanyagolnunk kell, mert kifejezetten erre készülünk az edzőimmel. Több edző is van, aki segíti a munkámat. Uh-huh. Úgyhogy a... Bocsánat, hogy ebbe a részbe turkálod, engem roppant izgat, hogy para sportoló mindegy, hogy kinek milyen sérülése van, vagy pedig azt mondják, hogy csak kéz, csak láb, vagy csak nem tudom, van-e kikötés? Nagyon jó kérdés. Itthon is és külföldön is van kategorizálás.
kategorizálás az mindig orvosi bizottság előtt történik, és nyilván nekik le van írva, illetve meg van határozva, hogy milyen kategóriában, milyen teljesítmény, vagy milyen fizikummal kell, hogy rendelkezzen a sportoló, és az alapján kategorizálják be. Nyilván más a sérültségi fok, vagy az állapot, attól függően több kategória van. Én a négyes kategória, PTS négyes kategóriába tartozok, úgyhogy abba indulok. Mi az, amikor téged elkap a versenylázis, most már semmire nem figyelsz, csak arra, hogy minél jobb eredményt érjél, mondjuk egy verseny alatt? Mert hogy már megízlelhetted az aranyérem sorsát, hogy azzal nem árulunk el nagy titkot, hogy nem is olyan régen magyar bajnok lettél. Igen. Ez egy érdekes dolog, mert ugye tavaly igazából a korlátaimat döntögettem le, amit az élet felépített az emberbe, hogy hát biztos nem vagy képes rá. Ugye a legnagyobb távot tűztem ki tavaly, és ahhoz próbáltam mindent megtenni, hogy kész legyek szervezetileg. Az 3,8 km az úszás, tehát 3800 méter, utána átpattan az ember bringára, és egy ilyen Budapest-Miskolc távot lebringázik, 180 km-t, és a végén van egy maratonfutás. És nyilván nem beestem ebbe a közegbe, hanem fokozatosan építettük föl. Nyilván a futóláb is még nagyon kezdetleges volt, és minden verseny alatt teszteltük, úgymond, és variáltunk, utána a tapasztalatokat ültettük át. Minden távot kipróbáltam, volt amelyiket többet is, és úgy jutottam el a leghosszabb távig. Úgyhogy... Tehát innen indultál, és akkor most kicsit visszább építetted magad, azért, mert úgy érzed, hogy a válogatottságot is most már fontos, hogy megtartsd, vagy valami más oka volt, hogy most nem tudom pontosan, hogy sprintávon lettél magyar bajnok, vagy ebbe a távba? Most sprintávon. Sprintávon. Így van. Az érdekesség az, hogy korábban nem csinálta Magyarországon meg a hosszú távú triatlon távot senki, és így szerencsésen én különben verseny előtt pár nappal kérdeztem meg a szervezőket, és a verseny napján árulták el. Tehát nem ezzel foglalkoztam, amikor felkészültem, hanem kitűztem magamnak egy célt, és mondom, borigattam le a határaimat, és amikor azt megléptem, az élet úgy hozta, hogy a Magyar Triatlon Szövetségnek a paraszakága bizalmat szavazott nekem, és meghívott a válogatottba. És innentől nagyon hosszú hónapok következtek, amíg, mivel hogy ez nem versenyidőszak volt évvégén, október 27-én kaptam meg ezt a lehetőséget. Ez majdnem szép karácsonyi ajándék is volt egyben. Nagyon, tehát ez azt gondolom. Nagyon váratlanul ért, tehát én nem is számítottam rá, én csodáltam a válogatott, most már sporttársaimat, akkor még válogatott sportolókat. És ez egy folyamat volt, hogy szépen beépítettem, hogy jó, akkor másról kell szólni, és hogy a magyar hazámat képviselve nyilván egy olyan eredményeket szeretnék hozni, amivel tudom ezt viszonozni, ezt a bizalmat, mert hát látom, ez egy komoly minőség. Szabadulják, hogy vannak itt érmek, van kedvenced, amire úgy azt mondod, hogy hú, ez nagyon emlékezetes volt, vagy nagyon nehéz volt megszerezni, mert nem tudom, hogy mind aranyja, de régi szépen fejlenek. Hát a tavalyi évről is hozhatnék érmet, mindegyik érmem mögött nagyon kemény dolog van. Tehát mindegyik, én nem szeretek, jó dolgokat szeretek erősíteni, de minden verseny közben vannak olyan próbára tevő dolgok, mint például most a bajnoki címnek a megszerzése közben is, a depózás után, amikor a bringára átszálltam, elborultam a bringával, és a lánckerék széthasította a nagy lábujjamat. Na most azt el lehet képzelni, hogy utána felhúztam a bringászcipőt, és mérhetetlen érzés volt, hogy ez billeg, hogy ezt le tudom-e küzdeni, ezt a fájdalmat, ami volt. És még tudtam, hogy utána 5 km futás, az azt jelenti, hogy cipőbe ott kapja majd az ívet. Én úgy éreztem, hogy a körmöm szakadt föl, de amikor beértem a célvonalba, akkor eldobtam magam, és lerúgtam a cipőt, és akkor láttam, hogy a lábujjamnak az elejéről lekapta elég keményen a lánckeréka részt. Úgyhogy ez egy, de az Ultra Balaton előtt
ez a nagy érem, ahol 12 kilométert futottam éjszaka, szakadó esőbe, esőkabátba, szélbe, hidegbe, sötétbe, fejlámpával. Nagyon izgalmas volt, érdekes. Viszont nem nagyon tudja senki, hogy előtte egy motor baleset ért. Tehát a szerdai napon. Is. Igen, ráadásul. Igen. Hát ez nem rossz. Nem kaptam meg egy elsőbséget fönt Pesten a Szépvölgyi úton. Szerencse nem volt olyan nagy sérülésem, viszont a két térdem zúzódott. Úgyhogy erről nem tudtam beszélni senkinek, mert azért egy csapatban voltam, és a csapatot nem szerettem volna cserben hagyni, úgyhogy éjszakánként jegeltem, munkahelyen is, amikor volt lehetőség, akkor letakartam jéggel, próbáltam visszaítani. Ez volt szerdán, csütörtökön volt egy edzésem 60-ba, és nem ment a futás. Tehát ezt be kell vallanom, hogy akkor nagyon elbizonyítottam, hogy fog menni. Két napig járóbottal jártam, hogy kikönnyítsem a térdemet, és szerencsére szombaton, hát vasárnap hajnalba futottam 1:30-tól, addigra annyira megpihent, hogy el tudtam indulni. Nem mondom, hogy nem volt fájdalom, de azt mondtam, hogy meg kell csinálnom. Szóval sok olyan dolog van, ami nagyon-nagyon próbára tesz, attól függetlenül, hogy ugye a felkészülés azok alapvetően jól sikerülnek, most már nem szerzek be sérüléseket úgy, mint tavaly. De hogy készülsz fel ezt egyáltalán? Gyöngyös, Mátra, hegyek? Kerékpározni is kell, ugye futni is kell, még úszni talán így gyöngyösen lehet, meg van úszoda. Igen. Nagyon szeretünk ide járni, és nem csak én járok ide, hanem a kis triatlon klubunk a munkahelyemről, ami megalakult tavaly előtt. Ővelük is oda járunk gyöngyösen az úszodába, heti több alkalommal is. Egy fix van, szerda, reggel 6-tól, akkor ugye a gyerkőcök nem úsznak, és több szabad pálya van, mi akkor szoktunk lemenni. Egyelőre most még így van. Futni azt most a jó időben már kint kezdjük el, vagy Domoszlón, vagy pedig itt Gyöngyösen a Gyöngyös Halászi bekötő úton van egy kis szakasz, amit szoktunk alkalmazni, illetve a munkahelyen is van konditerem, amikor esik az eső, vagy hűvösebb van, akkor futógépen edzünk, illetve ott csináljuk az erőlétit is. Ezen felül én még készülök 60-ba a Thai Box edzés keretén belül, a 60-i Ferenccel, aki kifejezetten segített még az elején, és szerencsére meg tudtam tartani úgy az edzéstervet, hogy oda tudok menni törzset erősíteni, meg hátat, illetve még a lábammal is erősítünk ott, úgyhogy elég szertágazó az edzési lehetőségem. Nyilván, amikor jó idő van, akkor bringát is beiktatjuk, általában ez pénteken szokott lenni, meg hétfőn. De ez akkor, mindig ha jól értem, a bringa a legkönnyebb talán, vagy a legkellemesebb. Hát ha jó idő van, igen. Meg ugye de most elég változik, hogy jó idő. Lehet azt mondani, hogy ez a legkellemesebb szakasz talán. Érdekes, hogy nem volt erőssége a bringa, de most nagyon fektettünk rá hangsúlyt, és eléggé húztuk fel, és most egy elég jó időt mentem a Tiszaújvárosi Magyar Parabajnokságon. Hát én azt gondolom, hogy itt a röpke 20 perc talán már eltelt, vagy még lehet, hogy annyi sem, de lassan a műsorunk végéhez értünk, és annyi minden információval láttál el minket, és talán a kedves nézők is átérzik, hogy itt azt azért el kell mondani, hogy május közepe vége felé járunk, és körülbelül veled ez az 5 hónap alatt történt meg szinte. Bárki számára azt gondolom, hogy egy ember próbáló feladat ezt végigfutni, végigkerékpározni, vagy éppen úszni. Közeli jövőről beszéljünk egy kicsit, még annyi időnk van, hogy a legközelebbi tervek, remélem nem június 1-én mész valahová, de mik a legnagyobb kihívások? Ami fix, mert nagyon nehéz ez az olimpiai előtti idő, olimpiára való felkészülési időszak, mármint a kvótaszerzés. Nagyon sok sportul aktiválta magát, és nekem aránylag kevés pontom van a világranglistán, tehát erre törekszek, hogy ki tudjak jutni és pontokat szerezni, mert nagyon nagy a mezőny. Igen. Ezt megelőzőleg, ami fix most, amit tudok, az a július végén lesz egy Európa-bajnokság Marosvásárhelyen, úgyhogy ez fix. A többi pedig az, hogy világkupára felkerüljek startlistára. Nem egyszerű most a helyzetem, úgyhogy készülök minden versenyre, úgyhogy kiutazok, tehát maximálisan, de tényleg most azért nem egyszerű és helyzet. Akkor ugye ez a sprint táv a triatlonon belül. Igen. Körülbelül mennyi időd van, mennyi időt hagysz magadnak erre, hiszen a Tokiói olimpia ugye fix időponttal rendelkezik,
ezt egy év alatt, szűk egy év alatt meg kell oldanod, vagy azért van egy kicsit... Most nagyon billeg a léc, hogy egyáltalán kupot a szerzési el tudok-e indulni, mert nem tudok feljutni világkupa versenyre jelenleg, úgyhogy nem tudok még előre bocsájtani olyan dolgot, hogy mekkora esélyekkel vagyok, nagyon-nagyon nem könnyű helyzetben vagyok. Szerintem olyan augusztus, július-augusztus környékére kiforja magát, hogy tudok erre komolyan számítani, vagy pedig megyek tovább, és majd készülök a világbajnokságra, és a többi részre. Én nagyon a végén csatlakoztam be, úgyhogy nekem is, illetve a Mocsári Bencének is nagyon nem egyszerű a helyzetünk. Ő is tavaly kezdte el évvégén. Hát fogalmazunk úgy, hogy nem az, hogy nem egyszerű, hanem vannak kihívások az életben, aminek eddig is megfeleltél. Én azt gondolom, hogy a jövőben is megfogsz, és ehhez jó erőt kívánok neked. Köszönöm. És kitartást. A kedves nézőktől pedig csak annyival búcsúzom, hogy azt gondolom, hogy Szene Gáborban egy nagyon komoly sportembert ismerhettünk meg itt az elmúlt percek alatt, és hát még egyszer sok sikert a következő bárhány évhez, sportoljál nagyon sokáig, azt kívánom, és még üljünk itt egy jó párszor, beszélgessünk arról, hogy jó eredményeket értél el. Köszönöm, hogy itt voltál. Egy mondattal szeretnék még kiegészíteni, hogy a Lévei Petrának szeretnék gratulálni a magyar bajnoki címéhez, illetve a nemzetközi sikerekért, mert nagyon jó helyezéseket ér el, és nagyon nagy esélye van, hogy oda tud érni Tokióra, úgyhogy én szorítok neki. És ő ugye gyöngyösi származású, külön kedves nekem, hogy néha még együtt tudunk edzeni Gyöngyösen is, amikor erre jár. Úgyhogy nekem az a minden nagy élménye. Legközelebb meghívjuk őt is a stúdióba, hát hogyha egy edzés helyett sikerül elcsábítani. Nagyon várom azt a beszélgetést, és mert volt már szerencsénk rádióba közösen, úgyhogy nagyon szívesen. Egy közös kis stúdióbeszélgetést. Kedves nézőim, tehát Szene Gábort látták és hallották, illetve a Sport Hét műsorát. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.